Hamarosan kezdődik egy kommunikációs előadás vállalkozóknak, mégpedig a Paktum Iroda szervezésében, és ennek kapcsán kérdezném, hogy annak idején emlékszem, hogy létrejött egy megegyezés a megye és a város közt foglalkoztatás kapcsán. Egy kicsit, ha erről mesélne, polgármester úr. Igen, mi röviden csak Paktum pályázatnak és lehetőségnek, mondjuk egyébként egy nagyon hosszú című pályázati lehetőség, ahol Bács-Kiskun megyei kormányhivatal, a munkaügyi központ, és nem csak Kiskörös, hanem több települési önkormányzat részvételével egy olyan vállalkozóknak nyújtható pályázati lehetőséget kaptunk, amivel a vállalkozóknak munkahelyteremtésbe, képzésbe és, mint ahogy most is említettük, egy kommunikációs tréningbe tudjuk részesíteni azokat, akik részt vesznek ebben a pályázatban. Kiskörösön nagyon sok vállalkozás vállalta részvételét, és aktívan részt is vesznek a kiskörösiek ebben a pályázatban, és remélem, hogy ma is sokan eljönnek Szalai Ádám kommunikációs tréningére. Én személyesen is nagyon kíváncsi vagyok erre a tréningre, és várom az előadását. Még egyszer említem, a Paktum pályázati lehetőség adta a keretek között fog ez megvalósulni itt Kiskörösön. Nagyon kedves volt az a videó, amit itt a Paktum Iroda megosztott a Facebook oldalán, és az a három betű nekem azóta a fejemben jár, JFK, hogy vajon mit akar ez a három betű? Na most lehet, hogy csalódást okozok, de John Fitzgerald Kennedyhez semmi köze nincsen. Alapvetően arról fogok itt beszélni, amit nekem az egyik kedves rokonom mesélt, aki 20 évig dolgozott egy olyan cégnél, amelyik más vállalatokat vizsgált át, auditált. És kérdeztem, hogy mi a tapasztalat, mitől maradnak ott a dolgozók, mi az, ami miatt nem mennek el, és ez a három betű a válasz tulajdonképpen. Az első az a jövőkép, amit a cég tud nyújtani, amivel, hogyha jó az a jövőkép, és inspiráló, és izgalmas, akkor azonosulni tudnak vele a munkavállalók. A következő, az F betű, az a folyamatokról szól. És ez azt jelenti, hogy átlátja-e a munkavállaló, átlátja a dolgozó, hogy mit miért kell csinálni, miért lesz az jó végül is a nagy képben, mert hogy legtöbbször azért mennek el, mert azt érzik, hogy rángatva vannak. És a harmadik az pedig a kompenzáció. Ez a K betű. És azt szoktuk félreérteni, hogy amikor kompenzációról beszélünk, akkor csak a pénzbeni juttatásokra gondolunk, és persze az is nagyon fontos, ahogy szokták mondani, szükséges, de nem elégséges feltétele a sikernek. A kompenzációról én olyan szempontból fogok itt beszélni, hogy hogyan lehet innovatív módon elismerni az embereket, hogyan lehet olyan izgalmas módon kimutatni a vezetőségnek mondjuk így a háláját, ami nem feltétlenül mérhető pénzben, viszont ő emlékezni fog rá sokkal jobban, mint hogyha meghívták volna egy pizzára, és kapott volna egy ilyen pizzacsekket, mint hónap dolgozója. Néhány ötletet mondana, hogy hogyan lehet? Hát, ha valaki nem tud vagy nem tud eljönni, de megnézi ezt a beszélgetést. Egy nagyon alapvető ötlet, amire nagyon kevesen szoktak gondolni, hogy bizonyos dolgok presztízsnek tűnnek egy-egy munkavállaló szemében. És amiről majd itt is fogok beszélni, azt egy amerikai egyetem találta ki, hogy aki a hónap oktatója, ő azt kapja, hogy egy hónapon keresztül a nagy előadó bejáratában parkolhat. Ő, és nem a főnök, és nem a rektor, ez a ő. És hogy annyira pici dolog, de mégis az, hogy ennyi a legjobb parkoló a cégnél, ez nagyon menőnek tűnhet. Úgyhogy például ilyen dolgokról van szó. A videóban elhangzott, hogy tanácsokat kapnak majd a vállalkozók, akik eljönnek arra, hogy mi a mai modern toborzásnak a kritériumai, mik ezek, mire kell odafigyelni. Ezzel kapcsolatban néhány konkrétumot, ha tudna mondani. Évek óta dolgozom leginkább biztosítókkal toborzási projektekben. És én azt vettem észre, hogy a hagyományos megközelítés az már nem feltétlenül jó megközelítés. A hagyományos megközelítés arról szól, hogy haszonelvű érvelés, mennyit fogsz itt keresni, és a többi, és a többi. És hogy igazából még itt is érzelmi alapon döntünk. És én azt akarom megmutatni, hogy hogy néz ki egy rossz álláshirdetés, ami csak arról szól, hogy gyere hozzánk dolgozni, pénztárost keresünk, és hogyan lehet ezt az egészet megfordítani apró trükkökkel, de ezt már csak azt tudja meg, aki itt van. Tehát hogyan lehet ezt az egészet úgy megfordítani apró trükkökkel, hogy azt érezzem,
hogy ez valami izgalmas, amiben részt akarok venni. Jó, azért mondok egy példát. A múltkor jött szembe velem egy a budapesti közlekedési vállalatnak egy toborzó reklámja, ugye rengeteg sofőr kell. És a következő szöveg volt: az élmény a tied. A trolibuszt mi adjuk, neked már csak vezetni kell. És hogy onnan fogom meg, hogy nem gyere ide dolgozni, hanem lehetőséget adok, mint egész gyerekkorodban szerettél volna kipróbálni, most kipróbálhatod. És ez az a fajta szemléletváltás, ami áthozza a 21. századba a toborzást. Ugye sikeresnek kell lenni ebben a dologban a vállalkozóknak. Ön megélte életében a sikert, sőt, aztán tovább is lépett, és egy más területen is sikereket aratt. Ez az egész, ami most van, abból jött? A régi TV2 sikerekből jött, hogy akkor én most ezzel szeretnék foglalkozni, vagy ennek más oka van, hogy erre a területre tévedt? Én hiszek abban, hogy az ember nem árt, hogyha vált az élete közepén. Én váltottam 40 akárhány éves koromban. Egyébként, amire mondjuk büszke vagyok, az az, hogy mertem váltani, úgyhogy vállalkozó lettem egy alkalmazotti létből, ami azért nagy sötét beugrás 3 gyerekkel. De hogy a lényege az, hogy én egy dolgot nagyon megtanultam a televízióban. A televízió arról szól, és a TV2 naplójánál ezt csináltuk hétről hétre, a televízió arról szól, hogy nekünk uralni kell a nézőnek a figyelmét. És azért pontosan tudjuk, hogyha az ember tévét néz, hogy aki uralja a célpiac a figyelmét, az tudja a döntéseit is befolyásolni, és rájöttem, hogy ez az üzletben pontosan így működik. Én meg szoktam mutatni a vállalkozóknak azt, hogy hogyan tudják uralni a célpiacuk figyelmét, hogy aztán segítsenek a potenciális piacnak a vásárlási döntés meghozatalában. És erre nagyon sok pici, apró, nüansznyi kommunikációs trükk van. Hát, amit annak idején a nézettségért játszottunk, azt most le lehetett fordítani egy másik piacra. És egyébként ebben az új felállásban, hogy én most már tréner vagyok, 10 éves nem televíziózom, azt tetszik nagyon, hogy ott is akkor látom a közönség visszajelzését. Egy tévéműsorban ezt nem kell magyaráznom, az ember azt legfeljebb sejti, vagy a nézettségi számokból tudja, hogy ez most mennyire tetszett, vagy sem. Általában azok szoktak írni, akiknek nem tetszett, de hogy egy ilyen felállásban az én, most nyilván az előadói díjon túl az igazi jutalom az az, hogyha csillogó szemeket látok, meg elgondolkodó cégvezetőket látok, és úgy mennek haza, hogy azt mondják nekem, hogy te annyi dolgot adtál a következő 2 hétre, hogy győzzem kitalálni. Ha mondjuk 10 év múlva leülünk beszélgetni, akkor mi lenne az, amit ezen a területen, mint kommunikációs tréning szeretne elérni? Mikor lenne elégedett a munkájával? Hát, hogyha 10 év múlva beszélgetünk, akkor már majdnem 60 éves leszek, úgyhogy addigra már nem biztos, hogy én akarok ott állni a színpadon. Nekem az a vágyam, hogy egy idő után le tudjak tenni az asztalra egy olyan modellt, ami másolható, ami megtanulható, és hogy egy olyan cégem legyen, amiben mondjuk én vagyok az, aki a piacot szerzi, de ott legyen a következő generáció, akiktől egyrészt én tanulok, másrészt pedig ők azok, akik már tartják a tréningeket. Tehát én akkor leszek boldog, hogyha addigra ez oda jut, hogy már van a Szalai módszer, és azon belül ott vannak a fiatal trénerek, akik ezt csinálják. És vannak már tanítványok? A helyzet az, hogy nem azért nincsenek, mert nem lakadna jelentkező. Azért nincsenek, mert én ezt nagyon szeretem csinálni. Tehát, hogy alapvetően én azt gondolom, hogy valahol ez a fajta egészséges exhibicionizmus, ami megvan egy televíziósban, ez nem fog egyik napról a másikra kitörlődni. Én most egy másik színpadon állok, most nem mindig van kamera, de hogy ugyanazt az élményt szeretem megélni, hogy elhozok egyfajta hangulatot, érzést, élményt a közönségnek. Még térjünk vissza egy kicsit a mai előadásra. Ott a videóban is elhangzik, hogy majd tesztet töltenek ki, tehát fel is méri a tudásukat, hogy mit tanultak. Mennyire lesz ez interaktív? Igazából én azt gondolom, hogy egy kicsit, lehet, hogy fellengzős az, hogy most itt tesztet töltünk ki, én azt mondtam, hogy tesztelhetjük a tudást, úgyhogy hogy nem akartam, de félreértető nyilván. Viszont beszélni fogunk arról, hogy hogyan lehet jól elismerni valakit, és hogyan lehet, tehát ez milyen a jó dicséret, és milyen a jó kritika. Mert nagyon nehéz művészet jól dicsérni, és jól adni a kritikát. És arról fogunk beszélni, hogy ennek 5
rétege van, és a külső két rétegen érdemes dolgozni azon, hogy ez ne fájjon, de használjon. És hozni fogok példamondatokat, miután elmondom ezt a rendszert, és mindenki megnézheti, hogy vajon melyik, és utána felfedem majd a titkot, és ezt mindig jó ki is próbálni rögtön, amit az ember tanult, hogy ne csak az legyen, hogy hallottam valamiről, de pontosan vajon mit jelent.